Szeptember 2-án kezdetét veszi a 2024-2025-ös tanév. Az érintett családok nagy része pedig már megkezdte a tanszerek beszerzését, melyek árait tekintve nem történt drasztikus áremelkedés az előző évhez képest. Nem mondhatnám, hogy a füzetek, amiből nagyon sokat adunk el, a gyerekek szeretik a mintás füzeteket, a fiúk, a lányok a saját ízlésüknek megfelelően, a nagyobb lányok, a gimnazisták, a nagyobb fiúk inkább az egyszerűbb, színesebb, de mintanélkülieket, és ezeknek az ára nem nagyon változott. A tolltartók, iskolatáskák, kiegészítőszerek, vízfestések, színesek, ezeknek olyan 10-15%-kal emelkedett körülbelül az ára. A rutinosabb szülők inkább szeptemberre hagyják a tanszerek megvásárlását, azonban a leendő elsősök szülei már a nyár közepén elkezdik a beszerzést. Mindig az első osztályos anyukák a legbuzgóbbak, ők mindent még meg szeretnének venni a kulastól, a tornazsáktól, az uzsonnás táskáig, az uzsonnás dobozig, mindenből egyforma mintával a gyerek kedvére valót. Sokszor könnyebben választ egy gyermek, mint maga az anyuka. Anyuka sokszor az ő tapasztalatát akarja a gyermekre, de azért nagyon sokszor a gyereknek a döntése is fontos ebben, hogy melyiket válasszák. A korosztályhoz megfelelő tanszerek vásárlásánál segítséget nyújthat az intézmények által előírt tanszerlista, de ez iskolánként eltérő lehet, azonban az eladók javaslata megkönnyítheti a szülők feladatát. Próbáljuk a több éves tapasztalataink alapján fölajánlani azokat a termékeket, amiket az elsősöknek meg kell vásárolni. Vannak a tanárnőknek is egyedi igényei, és akkor ezek szerint, hogyha hoznak egy kis papírocskát, amire fölírják a szükséges tanszereket, akkor az alapján különböző tanárok az ikos termékeket szeretik, vannak iskolák, ugye jönnek hozzánk Kaskantyúról, Soltvadkertől, akár Akasztóról vásárolni, ott másmilyen igények vannak. Van, aki a Faber-Castell termékekhez ragaszkodik, van, aki a Sünis termékekhez ragaszkodik, a Ikónak a márkájához, és akkor ezek alapján próbáljuk őket kiegészíteni. Érdemes tehát az iskola, valamint a pedagógusok igényeit is figyelembe venni, amikor tanszereket vásárolunk.